Sziasztok, áldott vasárnapot. Innen jelentkezem a Gyüliből, most még csak egyedül. Rajtam kívül itt most nincs más, de szeretném, hogy jövő héten már ne így legyen. Azt tervezem, hogy jövő hét vasárnap megtartanánk az első közös alkalmunkat újra. Kinyitnánk így az otthonunkat és eljönnénk a Gyülibe. Persze még nem lesz teljesen olyan, mintha ne lett volna ez a karantén időszak. Jövő vasárnap találkozunk, 10 órakor, de a terveink szerint és az időjárás egyelőre úgy tűnik megengedi, kint találkoznánk a kertben. És tartanánk egy istentiszteletet, közösen imádkoznánk, igét tanulmányoznánk, énekelnénk. És lesz gyerekszolgálat is, tehát hozzátok a gyerkőcöket, gyertek el. Egyetlen kérésem van, ez persze egy érzékeny terület, hogyha 60 éves elmúltál, akkor lehet, hogy még talán bölcsebb otthonról követni, online közvetítéssel, de nem fogjuk senkinek a személyét ellenőrizni. Szóval így persze mindenkinek a belátására van bízva, biztos valaki úgy fogja gondolni, hogy ó, az még korai Tamás, még nem kéne találkoznunk, valaki meg már úgy gondolja, hogy már rég újra nyithattunk volna. Nem azért csinálom így, mert meg akarok bárkinek is felelni, úgy érzem, hogy itt az ideje. De szabadok vagyunk, hogy a saját meggyőződésünk szerint jöjjünk, vagy ne jöjjünk. Szóval Isten áldjon, és várok jövő hét vasárnap. Amivel ma készültem, az egy kis egy vers igazából, egy kis üzenet erről az egy versről, a 2 Korintus 9. fejezetének 8. verse, és Isten gondoskodásáról szól. És ezt szeretném egy kicsit kifejteni, ezt az igeverset, és utána talán mondanék egy alkalmazást hozzá. Így hangzik. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Ugye, ahogy említettem, ez egy igevers a korintusi levélből, méghozzá a 2 korintusi levélből. Pál itt az adakozás témájáról ír. Több fejezeten keresztül ez a téma. Én most nem feltétlenül erről akarok beszélni, de hozzá kapcsolódik ehhez, hiszen ott arról beszél Pál, hogy aki bőven vet, az bőven arat. Aki mer bőven adni, az sok áldás tapasztalhat meg az életében. Az adakozás áldásáról szól ez a rész, és mielőtt még furcsán kezdené nézni rám, így most abszolút nem a pénzről, vagy bármilyen nemű adakozásról akarok beszélni, hiszen ez sokkal többről szól ez a igevers, mint sem konkrétan csak itt az adakozás témájáról. Ez Isten munkájáról szól, Isten szándékairól, Isten szívéről, Isten munkájában vett sorrendjéről, szóval nagyon sok mindenről. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok. Ez a szó itt, amit használ, hogy hatalom, ez a görögül a dynamis, ami konkrétan erőnek, dinamikus, kirobbanó erőnek fordítható. És ez az igevers megerősít minket, hogy Istennek, a mi apukánknak van ereje, van hatalma, van szándéka és van képessége arra, hogy minden kegyelmét kiárassza ránk. Megvan hozzá a szándéka és a képessége is. Tehát semmi nem korlátozza ebben, hogy minden kegyelmét kiárassza ránk. Nem csak néhányat, hanem minden kegyelmét, minden áldását. Ezt az ige több helyen is mondja, a 2 Péter első fejezetének 3. verse azt mondja, hogy Isten megáldott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Ott is nagyon erőteljesen hangzik ez a minden szó. Mindent odaadott, ami szerinte az Istenfélő és áldott élethez kell. Megadta ezt nekünk. Majd ezt mondja az Efézusi levél első fejezet 3. verse, hogy megáldott minket Isten a mennyei világának minden lelki áldásával. Egyetlen egyet sem tartott vissza. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy emlékezzünk erre, mert az egyik kísértése az embernek Istennel kapcsolatban azt gondolni, hogy Isten valami jót visszatart tőlem. Ugye ezért van sokszor az, hogy azt gondoljuk, hogy bárcsak lenne nekem ez, bárcsak nekem lenne az, szükségem van erre, pedig ez az igevers megerősít minket abban, hogy Isten az ő áldásaiból egyetlen egyet sem tart vissza, amire úgy gondolja, hogy nekünk szükségünk van. Sőt, azt mondja itt ez az igevers, hogy bőséggel kiárasztja ránk. Nem csak ad valamennyit,
ezekből az áldásokból, hanem túláradó módon részesít ezekből. És mit mond ez az igerész? Azt mondja, hogy Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok. Szóval ezek az áldások, amit Isten nekünk ad, ilyen bőségesen, ilyen túláradó módon, ezek kegyelmi áldások. Ezek nem olyan áldások, amit meg kéne érdemelnem, vagy amiért fizetnem kellene, vagy amiért Isten ellenszolgáltatást vár. Ezeket Isten ajándékba adja. Nem a viselkedésemért, nem azért, mert méltó vagyok rá, sőt, inkább azt mondhatnám, hogy annak ellenére, hogy milyen vagyok, a méltatlanságom ellenére Isten megáld engem minden kegyelmével. És ez egy nagyon felszabadító dolog, amikor az ember rájön, hogy Isten áldásainak a feltétele az nem bennem van, hanem ő bennem. Nem azért állt meg, mert nekem ehhez teljesítenem kell, hanem minden oka ezeknek az áldásoknak ő benne kereshető. Azért áld meg ennyire gazdagon, mert ő szeret engem, mert ő jó hozzám. Ő az én apukám, aki gondoskodni akar rólam. Ez az igevers elmondja azt, hogy Isten miért akarja ezt az én életemben megtenni. Így hangzik. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy, és itt jön az indok, azért, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és a másikok, és hogy bőségesen éljetek minden jó cselekedetre. Erről a két dologról hadd mondjak néhány szót, először az elsőről. Azért, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek. Hát ezért akar Isten engem megáldani. Ez az ő szándéka, ez a fajta gondoskodás, atyai gondoskodás. És azt mondja itt ez az igevers, nagyon sokszor használja ezt a szót, hogy minden. Ebben az egy sorban van háromszor. Azért, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzek. Ez nem hagy réseket. Amikor ezt mondja az ige, hogy mindenkor, mindenhol, mindennel, ebből nincs kivétel, ebből nincsenek üres járatok, ebben nincsen rés. Isten ezt az áldást, ezt a jóságot mindenütt odaadja nekem. Vagyis Isten áldásai, bárhol is vagyok, elérhetnek engem. Nincsenek Isten áldásainak fizikai korlátjai. Néha gondolkodik az ember azon, hogy bárcsak jobb volna a körülményem, bárcsak ott lehetnék, bárcsak ne itt lennék, bárcsak ne így lenne is. Isten annyira erőteljesen megbizonyosít minket arról, hogy akárhol is vagyunk, ő velünk van. Az ő jelenléte garantált. És emiatt, hogy ő velünk van bárhol, ezért az ő jósága is jelen van az életemben, bárhol is legyek, mindenütt. Sőt, utána azt mondja, hogy mindenkor, ami meg az időbeli korlátját oldja fel ennek. Tehát, hogy nincsenek Isten áldásainak, gondoskodásainak időbeli korlátjai. Akármilyen életszakaszban tartok, akár gyermek valaki, akár tinédzser, akár középkorú, akár idősebb ember, akármilyen időszakát éljük is a világnak, most akár volt ez a felfordulás, volt akár máskor nyugodtabb időszak, Isten mindenkor részesít az ő áldásaiból, és gondoskodik rólunk ilyen bőséggel. És azt mondja ez a rész még, hogy minden szükségemmel kapcsolatban ő így cselekszik. Gondoskodik bármiről is legyen szó. Emlékszem egyszer, azon gondolkodtam, hogy mennyire hiányzik nekem a földi édesapám, én nekem elég fiatalon meghalt az édesapám, és emlékszem egy ilyen kósza imámban, amikor valószínűleg még én sem gondoltam komolyan, kértem Istent, hogy gondoskodjon nekem egy apukáról. Én elfelejtettem ezt az imádságot, és évekkel később, tényleg eltelt 5-6 év, elkerültem Vajtára a bibliaiskolába, és ott eszméltem rá, miközben már benne éltem abban, hogy Isten gondoskodott erről az imámról, akkor vettem észre, hogy Isten adott nekem apukát. Nem is egy szemében, két szemében, volt egy nagyon szigorú építésvezető fölöttem, meg volt egy nagyon-nagyon melegszívű ember, aki ezt bármikor mehettem, és ebben a két férfiban, ebben a két emberben Isten nekem egy apukát adott. Így a kettőt egybe gyúrva, ez volt a szükségem, és annyira rádöbbentett ezen keresztül Isten, hogy Isten bármiről tud gondoskodni. Nincs olyan kérés, ami
olyan szükség, amit ő ne tudna betölteni. Isten megmozgat hegyet és földet, amikor az ő gyermekeiről van szó. Isten gondoskodik rólunk bőséggel. De nagyon fontos egyébként, hogy itt azt mondja, hogy minden szükséggel kapcsolatban így tesz, és nem minden vágyammal kapcsolatban tesz így. Én a kettőt néha nem tudom megkülönböztetni. Azt gondolom, hogy valamire szükségem van, pedig csak egy olyan vágy, ami éppen mutatkozik bennem, de nincs rá szükségem. És ezt a kettő dolgot érdemes megtanulni, megkülönböztetni. Viszont az ige azt mondja, hogy Isten pontosan tudja, hogy ez a kettő miben különbözik, és ő minden szükségemmel kapcsolatban cselekszik, és minden szükségemről tud. Ő már tudja, mielőtt én magam rájönnék, hogy mire van szükségem. És azt mondja még ez a rész, hogy Isten azért cselekszik így, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzek. Ez a szó, hogy rendelkezzek, ez két helyen van csak a Bibliában, ez azt jelenti, hogy megelégedett legyek. A másik hely, az egy sokkal ismertebb igevers, mármint ezt a szót illetően, az 1 Timóteus 6.6. Ott azt mondja, hogy nagy erény az Isten félelem megelégedéssel. És ugyanaz a szó van itt is, Isten azt szeretné, hogy így megelégítse a szívemet, az ő gondoskodásával, az ő jóságával. És ha nem tartasz itt, ahogy szerintem mindannyian tanuljuk ezt, akkor nyugodj meg. Isten kitartó, hogy megtanítson a megelégedésre. És ezért hajlandó sok-sok áldásban és jóságban részesíteni minket. De van még egy oka annak, hogy Isten így akar cselekedni, és nagyon szeretném ezt is hangsúlyozni. Ugye azt mondja az igevers vége, azért, hogy bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Ez a másik oka annak, hogy ennyire gondoskodik rólunk Isten. Egy, hogy nagyon megáldjon, és megelégítse a szívünket. De a másik az, hogy megtanítson bőségben élni, és ezen keresztül jót tenni másokkal. Itt érinti azt a példát, ahol az egész indul, az adakozásról, mert a korintusiakat arról győzi meg, hogy megéri adni, megéri kinyitni a szíveteket mások felé, mert Isten bőséges áldásában élhettek. És ezért van mit adnotok. Olyan érdekes, mert a sorrendet kell észrevenni, hogy Isten először minket áld meg bőséggel, minket áld meg, hogy abból áldást adhassunk másoknak. Sok helyen ezt fordítva tanítják, ilyen nyerészkedő gondolkodást tanítanak, hogy adjál, mert Isten még többet fog adni, és ezért egy ilyen wurlicerhez kezd hasonlítani Isten, akibe bedobsz valamennyit, és ő még többet dob ki magából. Pedig Isten atyai szíve pont az, hogy ő olyan gazdagon megáld, olyan sok mindenre megtanít önmagával, annyi lelki áldásban részesít, hogy utána ebből a bőségből van mit adnod másoknak. Én azt szeretném mondani nektek, hogy volt egy időszak most, hogy bezárkóztunk, hogy becsuktuk az ajtónkat. Akár a fizikai ajtót a lakásunkon, akár az életünk ajtaját. De eljön most az az időszak, hogy kinyissuk az ajtónkat a lakásunkon is. Eljöhetünk újra gyülibe, meg elmehetünk máshova. De hogy kinyithatjuk a szívünk ajtaját is mások felé. Itt az idő szerintem, hogy kinyissa az életünket, hogy mások felé fordítson minket. Hogy észrevetesse velünk másoknak a szükségeit még inkább. Mert Isten azt szeretné, hogy bőségesen rendelkezzünk mindazzal, ami ezekhez a jó cselekedetekhez kell. Ez Isten sorrendje mindig. Ő először megáld, hogy utána áldások lehessünk. Ő adja a kezembe azt, amit továbbadhatok. És én arra szeretnék kérni, hogy imádkozzatok így a gyűliért, imádkozzatok így magatokért, imádkozzatok így értem, hogy Isten kinyissa a szívünket mások felé, egymás felé. És szeretnék egy konkrét példát említeni, mondtam, hogy lesz egy alkalmazás, amin keresztül ez az egész eszembe jutott. És ez a Szentléleknek az áldása. Ez, amikor megszületik egy gyermek, mindjárt elmondom, hogy kapcsolódik ez, amikor megszületik egy gyermek, akkor mindenben függ a szüleitől. Ugye egy újszülött gyermek az minden percében rászorul az édesanyjára, a gondoskodására, figyelmére, és az, hogy egy gyermek növekszik és tanulja az önállóságot, az egy jó törekvés. Ugye nagyon fura lenne, ha az a kisgyermek még évek után is minden percében rászorulna az édesanyjára vagy a szüleire. Nem? Az a természetes, hogy ahogy növekszik a gyermek, csökken a függés a szülőktől és növekszik az önállóság. De Isten országában, Isten családjában ez fordítva van.
Amikor megtérünk, akkor átadjuk magunkat Istennek, és elkezdjük tanulni egy életen keresztül az, hogy hogyan függjünk Istentől. És a lelki növekedésünk kulcsa az, hogy egyre jobban megtanulunk dolgokat Istenre bízni. Nem az, hogy önállósodunk, hanem függünk. Ez a növekedésünk kulcsa. És itt jön be a Szentlélekkel kapcsolatos áldás, mert valahol olvastam, és nagyon megáldott, hogy Isten ugye odaadta az ő szent lelkét nekünk, és az ő szent lelke bennünk élt, és ez egy olyan dolog, amit nem látunk, de hitből megélhetjük, tudhatjuk, hogy a Szentlélek bennünk van, és ő a szent lelkén keresztül tanít minket, vezet minket, vigasztal minket, megtermi az ő gyümölcseit bennünk, azt mondja a Galata levél, hogy a Szentléleknek vannak gyümölcsei, úgy mint a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a jóság, a szelídség, az önmegtartóztatás. És ezeket ő akarja a szívünkön keresztül megteremni bőséggel, hogy aztán gondoskodhassunk másokról, és ezt odaadhassuk másoknak. Mostanában, amikor vezettem a vidéken, mindenfelé epret árulnak. És ez az eper még, ami megtermett, ez egy fólia sátorban termett eper, a szabadföldi eper még nem terem. Nagyon finom ez az eper, de még nem az igazi, ez ilyen fólia sátras eper. És ebből jutott eszembe egy analógia, hogy Isten minket nem fólia sátorként alkotott, hogy mi kitermeljünk magunkból ilyen mű szeretetet, mű örömet, mű gyümölcsöket, hanem ezeket a gyümölcsöket a Szentlélek akarja teremni. És hogyha szeretném egyre jobban látni ezeket az életemben, akkor csak annyit kér, hogy bízzam magam rá. Akkor függjek ezektől. Függjek attól, hogy ő majd gondoskodik rólam mindenkor, mindenütt, minden szükségemről. És lesz elegendő arra, hogy megelégedett legyen tőle a szívem, sőt még arra is, hogy adjak másoknak. Ezt olvasok itt, ugye, ahogy olvastam. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét rátok árassza, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Szóval ezzel szerettelek volna bátorítani titeket, hogy merjétek jobban rábízni magatokat Istenre, függni tőle, átengedni döntéseket neki, elkérni az ő bölcsességét, és ez hatalmas dolgokat fog elindítani az életünkben, áldásokat. Remélem tényleg jövő vasárnap találkozunk, látjuk egymást, és készüljetek, küldök majd erről e-mailt, de legyen áldott vasárnapotok és hetetek. Isten áldjon!